A műsorral egybekötött díjkiosztóra az anyanyelvi verseny legjobbjait várták. A Kölcsei anyanyelvi verseny döntőjére érkeznek most a gyerekek. Szeptember második felében indult a levelezős versenyünk, egy héttel ezelőtt volt a döntő fordulója maga. Itt 155 megyebeli kisgyerek versenyzett. Ma a közülük is a legjobbakat hívtuk el, évfolyamonként 3-3 díjazottat tudtunk most itt vendégül látni. Egyelőre a gyerekek számára titok, hogy ki milyen eredményt ért el. A többi pontszám már fönt olvasható volt iskolánk honlapján, de a döntőre vagy a díjátadóra behívott gyerekek csak most fognak szembesülni azzal, hogy ki melyik helyezést ért el. A díjkiosztón ott volt dr. Kanc Csaba alpolgármester is, aki a versenyt lebonyolító pedagógusok munkájáról is elismerően beszél. Nagyon fontosnak tartom, hogy idén is a Kölcsei verseny ilyen szép számú jelentkezés mellett lezajlott. Nagyon fontos, hogy ebbe a mai információs társadalomban, amikor számítógép, a mobiltelefon, illetve a virtuális világban leegyszerűsödnek a mondani valók, a mai gyermekek is olvassanak, elővegyék a könyveket, ők is megismerkedjenek azokkal a szép olvasmányélményekkel, amik végigkísérik a magyar irodalmat. Azt is kiemelném, hogy a tatabányai diákok is nagyon szépen szerepeltek a versenyen. Nagyon büszke vagyok a tatabányai iskolákra, és azt gondolom, hogy az a pedagógiai munka, az a szaktanári munka, ami jellemzi az összes iskolánkat, azt gondolom, hogy példaértékű. Nagyon bízok abban is, hogy a verseny a hagyományoknak megfelelően a következő években is ilyen sikeresen tud majd folytatódni.